Sziasztok, üdv újra a csatornán, kedd 9 óra van, lassan indulunk bevásárolni az Aldiba, mert úgy láttam, hogy ott elég sok olyan cucc van, amit én is lehetek. Egy jó pucat. Jó korán keltem, ma 6-kor már fönn voltam, hajat mostam, meg sminkeltem, álmosogattam, a család meg még csak nemrég kelt, nem tudtam visszaaludni sajnos. Úgyhogy én már elkészülöttem, már csak arra várok, hogy ők is elkészülődjenek, amíg reggeliznek, hajat mosnak, fogat mosnak, addig én megmutatom nektek, hogy milyen csomag érkezett tegnap a Reserve-ből. Volt egy tök jó kis leárazás a honlapjukon, úgyhogy rendeltem pár cuccot. Lilinek eddig nem nagyon vásároltam onnan, magamnak, Zsoltinak igen, de Lilinek nem. És most főleg Lilinek vettem ruhákat, meg két pólót Zsoltinak. És hát így ránézésen nagyon jó minőségűek ezek a ruhák, illetve vettem farmert is Lilinek, ami végre jó a gyerekre. Mert hogy eddig az volt a probléma a farmerekkel, hogy hiába van ilyen gumis rész benne, és behúzom, hogy ne essen le róla, ettől függetlenül itt a pops és a comb részen nagyon bő volt, hiába volt esetleg az a farmer skinny, és tök hülyén nézett ki szegény gyereken, úgyhogy inkább ilyen, hogy hívják ezt? Nadrágtartót használtam, és akkor az azért annyira nem volt gáz, viszont az meg birizgált a Lilit. És most ez a farmer, jó, ez is derékban kicsit bő, de majd egy picit beveszek belőle mosás után, de mindenhol máshol passzol a gyerekre, mintha ráöntötték volna. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Alapból ez teljes áron 3500 forint lett volna, de azt hiszem valami 2000 forint körül vettem, mert ugye, amit említettem, akciós volt. Úgyhogy nagyon örülök neki, és akkor innentől kezdve szerintem a farmereket, azokat mindig itt fogjuk beszerezni, mert eddig akárhol vásároltam Lilinek farmert, sose volt jó. Na, aztán vettem egy leggingset is, ami szintén ilyen farmer hatású, úgyhogy ezt nem leggingsnek fogjuk használni, hanem szerintem tavasszal simán tudja már használni Lili. Itt két oldalt vannak rajta ilyen kis szegecsek. Szerintem nagyon menő, nagyon tetszik ez itt. Aztán rendeltem neki egy sima termóspulcsit, mert hogy tervezzük, hogy felmegyünk még a Mátrába idén, kicsit szánkózgatni, és oda azért nem lesz rossz egy termóspulcsi. Aztán vettem neki egy ilyen pöttyös blúzt. Ez is 4000 forint lett volna, de azt hiszem 1500-ért vettem, és ez is nagyon-nagyon cuki. Bár nem tudom, hogy hova fogja fölvenni, de az a lényeg, hogy cuki. Aztán vettem egy kötött pulcsit is, ami meglepően puha, de tényleg. Tehát én nem gondoltam, hogy ennyire jó puha lesz. Illetve nem tudom, mennyire látszódik, vagy mennyire látjátok, de ilyen aranyszálak vannak benne. És tényleg nagyon jó puha. Most kíváncsi leszek amúgy, hogy mosás után mi fog történni ebből a kötött pulóverrel. Majd meglátjuk. Illetve vettem neki még egy ilyen kis hosszújú pólót. Ugye én az ilyen típusú pólókat játszóházban szoktam readni Lilire, mert hogy ott a sima póló azért nem elég, de a pulóver sok, illetve hát olyan ruhát szoktam oda readni, ami nem ilyen nagyon itthoni, de nem gond, hogyha kinyújtja, vagy elszakad, vagy ilyesmi, és ez szerintem arra pont jó lesz. Várok még egy csomagot a H&M-ből, azt már Lottinak vásároltam. Nagyon sokan kérdezitek, hogy lesz-e babaszobás videó, meg lesz-e ilyen babahol videó, meg ilyesmi, és tervezek ilyen videókat is. Eddig azért nem volt meg, hogy nem vettem semmit Lottinak. Ugye múltkor vettem, a múltkori videóban láthattátok, hogy 2-3 ilyen leggingset neki, meg ilyen hosszú ujjú fölsőt, aztán így ennyi egyelőre, amit vettünk neki, meg ez a H&M-es csomag. De lassan már nekiállunk vásárolni, csak hát ugye nehezíti a dolgot, amit múltkor is mondtam, hogy Zsolti még mindig nem emelhet 1,5 kilónál többet, szóval a bútorokat nagyon nem tudjuk még megvásárolni, mert hogy ezeket is el fogjuk adni, tehát ez helyett is egy másik lesz, mert ebbe éppen, hogy csak Lili cuccaibe férnek, úgyhogy mindenképpen egy másik nagyobb szekrény lesz. Úgyhogy ezért nem haladunk, ez az egyik. A másik meg az, hogy most azért, mert tudatosabb vagyok, tehát tudom, hogy mi az, amit szeretnék, miből miért szeretnék, hogy most nem kell annyi
időt és energiát belefektetni ebbe. Úgyhogy szerintem még eljönünk lassan nekikezdünk, de tényleg csak így szép lassan. De mindenképpen lesznek ilyen típusú videók is. Úgyhogy egyelőre ennyi. Ha érdekel titeket, hogy mi történik ma velünk, akkor tartsatok velünk. És akkor most összekapom a családot. Nem van gombot. Megnyomtam. Szóval megnézem, mennyi ért a dőkamerát. Jó van. Mert? Jó napot. Megyünk a kocsihoz, gyere. Nincs hó, már elolvadt az összes. Megfogad anyu kezét? Köszi. Imádom, hogy új brüm-brümnek hívja. Én majd hétvégén vezetek, amikor nincs... Na látod, ezért nem vezetek, nézd meg, az a bácsi se normális. És mellette van... Akar halni. És milyen lazán, nyugodtan, jesszusom. Na, majd hétvégén vezetek, akkor mikor nincs senki az utakon. Karácsonykor, húsvétkor, mondjuk húsvétkor nem, mert húsvétkor szülök. Nagyon tetszik neki. Mehetsz. Állj meg, kocák! Gyere vissza! Gyere vissza, veszünk banánt! Én nem ehetek banánt, most jut eszembe. Ezt meg nem kérek. Hoppá! Hello! Gyere, addig megkeressük az Ubit. Ez nagyon is. Nézd csak! Nini! Tedd a kosaradba. Bububá! Uborka! Na, mehetünk? Hoppá, 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 hoppá! Bum! Azt mondja, hogy már délután 2 óra van, elmentünk a bankba. Aztán onnan elmentünk az okmány irodába, mert még nem volt átiratva a kocsi, és akkor gondoltam, hogy ma megcsináltatjuk. A Lilinek is jó kedve volt, meg mi is ráértünk, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor most megcsináltatjuk. Nagyon-nagyon sokan voltak, Lili egy idő után megunta, úgyhogy Zsolti odaadta neki a telefonját, hogy addig YouTube-on nézhet egy Bogyó és Babócát. És amikor megkapta Lili a telefont, akkor felkiáltott, hogy indul a bulibáró! És mondtuk neki, hogy nem. Az maximum... Igen. Azt sem szeretném, hogy itthon ilyet hallgasson, de hát ez a kedvence, most nem tudok vele mit kezdeni. Aztán miután sorra kerültünk, akkor hát kiderült... Igen. Kiderült, hogy nem tudjuk átiratni az autót, ugyanis ez egy céges autó volt, és a cégnek van egy tartozása, ezért a jegyző elindította az autó lefoglalását. Így nem tudjuk elindítani az átírást. Jó fej volt az ügyintéző, mondta, hogy 2 lehetőség van. Az egyik az, hogy ugye ez a 15 nap, ez nem csak arra vonatkozik, hogy 15 napon belül köteles vagy átirattatni az autót, hanem arra is, hogy 15 napon belül el tudsz állni a vásárlástól, hogyha valami hasonló kiderül. És akkor ebben az esetben nem csak a vételárat kapod vissza, hanem azt az összeget is, amit ráfordítottad az autóra, ugye most nálunk a szerelő, az új műszaki, biztosítás, ilyesmi. A másik lehetőség az, hogy ugye felvesszük az eladóval a kapcsolatot, és akkor megbeszéljük vele, hogy mégis mi történt, mert lehet, hogy ez már egy kifizetett tartozás, csak a jegyző még nem vetette le ezt a lefoglalási valamit az autóról, és akkor kell egy papír a jegyzőtől, ezzel bemegyünk az okmányirodába, leveszik ezt a valamit a kocsiról, és akkor át tudjuk irattatni. Most felhívtuk az eladót, és mondta, hogy hát nem tudja, hogy mi történhetett, de mindjárt felhívja a könyvelőjét, és akkor visszacsörög ránk. Pár perc múlva vissza is csörgött, és mondta, hogy hát a könyvelő elfelejtette befizetni a tavalyi év második fél évre vonatkozó súlyadót,
ami konkrétan azért ciki, mert hogy nem csak ez az autó van benne, illetve volt benne a cégben, hanem a srácnak a saját autója, meg több céges autó, amivel alkalmazottak közlekednek, tehát mindegyikre rákerült ez a lefoglalásos valami, és akkor mondta, hogy akkor ő most rögtön bemegy a postára, befizeti, bemegy, elintézi a jegyzővel, hogy akkor ezt kerüljön le róla, adja ki róla az igazolást, és áthozza nekünk Szegedre ezt az igazolást, hogy ne nekünk kelljen menni. Hát gondolhatjátok, hogy én ettől a monológtól nem nyugodtam meg. Nagyon ideges voltam, hogy most mi van, hogyha csak humbukol, most oké, visszakapjuk a pénzt, de most kezdjük előről az egész autókereséstől kezdve minden procedúrát megint, meg fú, úgyhogy én nagyon-nagyon ideges voltam. Aztán a srác tényleg rögtön elment befizetni a csekket, és el is küldte Zsoltinak a befizetett csekkről a fényképet, ugye rajta van, hogy hány óra, hány perckor fizette be, de tényleg minden rajta szerepel, és felhívta a jegyzőt, mondta a jegyző, hogy ők nem is tudom meddig ebédszünetet tartanak, de hogy akkor utána be tud menni hozzá, úgyhogy elvileg a mai napon át fogja nekünk hozni ezt a papírt, és akkor holnap be tudunk menni átiratni az autót. Jó fej volt nagyon az ügyintéző, mondta, hogy kérjek majd egy sorszámot, de soron kívül menjek oda hozzá, és akkor ő rögtön átírja nekem, tehát nem kell legközelebb kivárni a sort. Úgyhogy hát ez hihetetlen, hogy nálunk mennyire nem mennek egyszerűen a dolgok. Aztán hazajöttünk, megcsináltam az ebédet, sült csirke volt, Zsoltéknak sima fehér rizssel, nekem meg basmati rizssel ilyen rizibizinek megcsinálva, illetve lehet venni, tudjátok, ezt a papíruszos, fűszeres papíruszt, amiben csak belerakod a csirkét, és akkor olaj nélkül serpenyőben ki tudod sütni. Mindenféle baromság van benne, szóval nem gyakran szoktam ilyet csinálni, de most így ehhez volt kedvem. És tök jó, hogy elolvastam amúgy a hátulját, mert hogy rá van írva, hogy tartalmaz cukrot. Még ez is. Úgyhogy hát eléggé kiakadtam. Viszont akkor magamnak egy szelet húst megcsináltam simán, ilyen sóbors fokhagymával gyorsan olajon megpirítottam, ugye pici olívaolajon, és akkor én azt tettem, Liliék meg akkor ezt a fűszeres húst, illetve Zsolti, mert hogy Lili nem evett semmit. Ő most megint ez a nem finom az ebéd korszakot éli. Múltkor nem is tudom, mit főztem, és egy falatot nem emett belőle, viszont rizsből bevágott két adagot, üres rizsből, amiben még borsót sem lehetett rakni, tehát tényleg full üres is, de az úgy jó volt neki. Most nem tudom, hogy alakul majd a délután, mert hogy Lili beteg, tegnap voltunk az orvosnál, és hát nem lázas, meg nincsen semmi baj, csak nagyon köhög. Kaptunk többféle ilyen cseppet, cetirizint, amit majd lefekvés előtt kell csak neki adni, meg színekodott, ami 3x25 csepp, viszont borzalmas íze van, Zsolti megkóstolta, tehát ilyen keserű utó íze van, és Lilinek már tegnap este, meg ma reggel is visszajött, úgyhogy hát délben sikeresen belekényszerítettük, nem volt jó érzés, meg nagyon bűntudatom volt utána, de hát basszus, muszáj, nem tudok sajnos mit csinálni. Szegénykem nagyon sírt utána, és akkor bújt oda hozzám, és mondta, hogy nem finom, de hát nem tudok mit csinálni, muszáj megenni a gyógyszert, hogy jobban legyen. Szóval nem tudom még, mi lesz délután, mert ilyenkor, mikor beteg, akkor néha aludni szokott, de aztán meg majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Sziasztok! Kettő éves vagy? Finom volt a Barbie torta?
Na, este 8 óra van, Lili kb. 6 óra óta alszik, picit lázas. Viszont sikerült neki beadnunk a gyógyszert, az egyiket, a színekodot, ami ugye a több, úgy adtuk be neki, hogy egy pici szörpbe csepegtettük, és akkor a fürdőkádban megitt a pohárból, és azt így nagyon élvezte. A másikat, meg hát tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de kakóba töltöttük, illetve csepegtettük, és akkor az esti kakójával itta meg, de hatásos volt, mert most nem igazán köhög, úgyhogy most tud pihenni. Aztán én megcsináltam magamnak vacsira egy ilyen egy kis tejföl, annyi, amennyit még nem kell számoljak, tonha, krémfehér sajt, paradicsom uborka kombót, meg egy kis reszeltrapistát is raktam bele. Ezeket nem kell számolni a szénhidráthoz, és akkor kenyérből meg ugye kimértem, hogy mennyi szénhidrátot kell legyek így estére, és akkor ez lett a vacsi. Lassan lezuhanyzok, aztán hát el is rakom magam holnapra, mert ugye baromi korán keltem, és én fáradt vagyok. Meg nem tudok éjszaka aludni, amúgy az csak egy dolog, hogy nagyon sokszor kimegyek pisilni, de nagyon sokszor felkelek, és csak forgolódok, és minden majomon is nem tudok aludni, viszont ebben még nem is dicsekedtem nektek, képzeljétek el, kb. Hát lassan egy hete, hogy így jobban vagyok, és elmúltak a rosszul létek, úgyhogy most nagyon-nagyon örülök neki, hogy végre valami pozitív dolog is történt velem mostanában, úgyhogy ennyi, lezárom ezt a vlogot, hogy még legyen időm megvágni. Előbb megvágom, és akkor utána zuhanyzok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Olyan szemtelen vagy!